Jó estét kívánok, ez itt a heti jégbüfé. Mai vendégem Kürti Sándor, egy fantasztikus KFT-nek az alapító elnöke. A fantasztikus KFT abban fantasztikus, hogy a szocializmusból a nálunk létrejött kapitalizmusba való átmenet idején testvérével kitalált valamit, amivel aztán világhíresek lettek. Ez a beszélgetés, ez nagyon kis részben szól erről a karriertörténetről, vagy a cég karriertörténetéről. Nagyobb részt azt szeretném tőle kikérdezni, hogy a gazdaság az hogyan determinálja az ő tapasztalatai szerint a politikát, vagy mitől több vagy nagyobb a jelentősége a politikánál. Aztán még szeretnék kicsit beszélni arról, hogy a második generáció, az ő gyereke az, hogyan vett részt a cég vezetésében, vagy hogy adta át a céget, tehát hogy létezik-e ilyen gazdasági generációváltás, vagy gazdasági vezetésben való generációváltás. A harmadik egység, amiről beszélgetni szeretnék, az a tevékenység, ami tulajdonképpen az apropója volt annak, hogy ide hívjam, hogy nevezetesen ők még a 90-es évek közepétől kezdve, tehát éppen csak, hogy a cégük nagy lett és híres Magyarországon, elkezdték azt a típusú adományozást, vagy azt a tehetséggondozást, azt a visszaadását valaminek az általuk megtermelt és megteremtett jóból a társadalom számára, ami most sem általános, de akkor meg még nagyon egyedi volt. Jó? Egyetért? A menetrenden? Akkor szeretnék egy technikai nüansszal kezdeni, hogy nevezetesen az az ismerősöm, aki 4 éve halott, annak a születésnapjára hívja fel a figyelmemet a Facebook. És szerintem ez rettenetes dolog, hogy hogyan nem tudjuk, vagy létrejön egy digitális hagyaték az életünkbe, és az ilyen önálló életet kezd élni. És nem lehetne ezen valahogy úrrá lenni, ezt szeretném tudni mindenek előtt, mielőtt a gazdaságról és bármi fontosról beszélnénk. A véleményem az, hogy ez a digitális hatalmas őrület, ez nem azért van, hogy mi, Rangos Katalin, vagy akárki kielégüljön, ez azért van, hogy egy olyan mélyre levitt intellektuális valami, amit mindenkit boldoggá tesz, tel is tele van hibával, ennek ellenére hatalmas a rajongótábor, vagy éppen azért, mert nagyon mélyen van intellektuálisan ez az egész katyvasz, és ezekkel csak te dühönkhetsz, valaki, akinek magas intellektuális élménye is szoktak lenni, az dühönkhet, de ez benyeli, ez a világ, ez ilyen és kész, ehhez hozzá kell szokni. Olyan memóriája van ennek a világnak, hogy bármikor bármit elő lehet belőle venni, akár rólad is. Olyan nyomokat hagysz ezen a világon, amiről te se szereted, és nem is tudsz, mert kárhogy is, de engem utoljára tegnap cumiztattak, mert csak azért mondom, hogy egyszerűen egy egészségügyi intézménybe, hogy adjam be a honlapjukon keresztül kommunikáljak az orvosommal, és mert különben nem, és mondom, de hát miért? Hát ki van írva, hogy nem biztonságos a honlapjuk. Most én írjam be az összes adatomat, és holnap szembe jön velem. De azt higgyem el nekik, hogy az biztonságos. Ezt nekem mondja, hát szóval... és azt nem mondta? Hát nem, dehogy mondtam, mert ott hagyottam őket. Hát most én nekem az adatmentők császára vagyok, nem, én megmondom, hogy mi a nem biztonságos. Nekem ez egyetlen választásom, hogy, és ezt tehetem meg, hogy na jó, akkor itt lábnyomot nem hagyok. Uh-huh. De az emberek tömege egyszerűen benyeli ezt, túlmegy rajta, csak mert, egyszerűen de lustaságban is, hát a dolgok úgy működnek. Hát te megcsinálod azt, hogy ott hagysz egy intézményt, ahol szerinted egyáltalán nem bízhatsz abba, hogy kezelik majd az adataidat. Én meg azt gondolom, hogy orvoshoz akarok jutni valamivel, most kezdhetek egy olyat keresni, ahol majd nem e-mailben kezdik el. Én csak megerősítettem a gondolatodat, semmi többet nem akartam mondani. Lusták is vagyunk ehhez, nem? Ezt használják ki jószerivel ezek a
hatalmas felületek éppenség pont ezt használják ki, hogy elég kényelmesek vagyunk, és ezért akár bármit feláldozunk, és mondjuk a kedvesemnek tegnap éppen a bankszámlájáról leszettek pénzt valahol Indonéziában. Mert hadd ne folytassam ezeket a történeteket. Nem mondjuk, elmondhatnád, hogy mit csináljak, legalább így bemelegítésül. Se vége, se nem ez, nem hát ezzel az, fogjuk eltölteni az összes bank, időt. Hogy közd le a pénzedet, ne hagyd szabad felhasználásúra, csak tényleg, nagyon aprókat. Ez a megfejtés. Anyukám mondja ezt, aki 89 éves lesz februárban, nagy hogy minden pénzt le kell kötni, és a digitális világhoz nincs köze. Igaza van, csókold meg anyukádat, és kövesd, jó? Ennyi. Őrület. Tök őrület, mert hogy én mindig mondtam, hogy persze, pont a na mindegy, nulla kamattal, tehát miért pedálozzak állandóan a lekötéseket? Azért, hogy ne lopják el. Anyám pont ezt mondta, csak ő azt gondolta, hogy így... Úgy. Pontosan úgy lopják le. Hát ez jó, akkor innen üzenjük anyukának, hogy igaza volt, és akkor ugorjunk egyet, hogy egyébként nem lehet eltüntetni a saját digitális lábnyomaimat, nem hogy tudom. Ezt a hülyes? Nem. Hát nagyon komoly munka kéne hozzá. Először is, ugye amikor megszületsz, akkor ma már meg lesznek a digitális lábnyomaid, hiszen fölvesznek téged egy ilyen-olyan-amolyan adatbázisba. Szemben velem, akit nem vettek föl, hiszen hát... Jó, akkor még semmi ilyen nem volt, igen. Ez az. És aztán egy idő után már, erről te nem tehetsz, te ott leszel. De azért egy idő után már, amikor te különböző oldalakat látogatsz, akkor arról már nagyon-nagyon alaposan tudni fognak. Erre hatalmas üzletek épülnek föl, hogy megnézzék, hogy te milyen oldalakat látogatsz. Én politikát látogatok, mert hogy nekem az a foglalkozásom. Hát édesem, meg gazdaságot. Akkor ezt látják, és de ez teljesen mindegy abból a szempontból, hogy ők ebből pénzt csinálnak. Tehát akik ezt hátulról látják, azt ebből pénzt csinálnak. Meséljek egy történetet, mert hadd ne általánosságokból. Egy politikusokkal együtt voltam, és hát miről beszéljünk, én csak az a információ biztonságáról tudok beszélni, és akkor mondtam, hogy én azt ajánlanám, hogy a Facebook meg ezekre, elnézést, hogy bemondom ezeket a hatjákat, majd kiszeditek, hogy nem kéne egy politikusnak oda menni, mert ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy ezt a szép kifejezést használjam, mert nem kell tudnia a félvilágnak, hogy ő mikor, hol, miért és mit különben is. És akkor, hát úgy meghallgatták, aztán egy alkalommal, amikor megint találkoztam egy jelentős politikusunkkal, akkor azt mondta, hogy mekkora hülyeséget mondtam, mert hát a NATO főtitkára is fönt van a Facebookon. És én meg akkor azt mondtam, és nagyon sorol, nagyon hosszan ne ecseteljem a helyzetet, hogy azért van ő fönt, mert neki sokkal jobb tanácsadói vannak, mint neked. Mert az ő tanácsadói azt mondják, hogy ők megtöltik a Facebookot, úgy nevezik ezt a szakmába, hogy mézes bödönnel, de van jelentése ennek, tehát ez jó, általában is érdekli. Jó, azt megmondod, hogy mi az? A mézes bödön, hát belepottyan valami és beragad. Tehát, hogy ő neki nem ő írja a Facebook oldalait, hanem a tanácsadói, és akik jönnek oda, mert le akarják lőni, vagy különben is, azokat szépen leszedik a mézes bödönnél, már leszedik a tanácsadók, vagy hát a... Ja, hogy annyi köze van az ő Facebook oldalához, mint nekem az ő pontosan, Facebook oldalához. Pontosan, csak, és hogyha erről ő nem tud, akkor két dolgot tehet, vagy olyan nagyszerű tanácsadókat szed maga mellé, mint ahogy a NATO főtitkárának van, vagy pedig kilométerekre elmegy ezektől a közösségi oldalaktól. Hát milyen egyébként egyszerű? Ez döbbenetes, mert hogy nekem a pozitív oldalról vannak benyomásaim, hogy például ott van Nyári Krisztián, aki elkezdte írogatni az írók szerelmi életéről a kis összefoglalt nagyon jó történeteit, és pillanatok alatt olyan olvasótáborra lett, én is beleakadtam valahogy 8. áttételen keresztül, hogy tudtam, hogy 3 hónap múlva én könyvben fogok találkozni mindezzel, és
Én arra tippeltem, hogy ennek irtózatos nagy vevőköre lesz, ő személy szerint arra tippelt, hogy ezt a kutyának nem kell, mert már megkapták ingyen, én győztem, már gondolatban meccseltem csak le ezt a dolgot, mert hallottam, hogy azt gondolta, hogy senki nem fogja megvenni. Mert hogy erre is jó ez a dolog, hogy valaki csináljon magából valakit. Ez így van, ez így van, és tehát van ennek nagyon jó oldala is, maradjunk ennyiben. De te a magad részéről nem mész fel a közösségi oldalra. Nekem, én nem akartam fölmenni. Tehát nem is hogyha tanácsadóid vannak helyetted nem is jelen? De igen, de akkor jött egy tanácsadó, aki azt mondta, hogy figyelj ide, tedd föl magadat, mert hogyha nem vagy fönn, akkor valaki más fog a te nevedben megjelenni, és olyan képet fog rólad adni, amit te nagyon utálni fogsz. Ú, Istenem, ezt nem lehet megakadályozni? Hát, jaj Istenem, hogyan? Ez a Kati néni ébresztő? Hát de én, miért? Nem, jó. Nincs személyiségi jog napokat a közösségi erre. Állam? Na Isten kér, de naiv tetszik lenni. Jó, ne, lépjünk tudatlan ezen. Vagyok. Lépjünk nem ezen túl, jó. Elfogadtam ezt a tanácsot, föltettem magamat, nagyon gyorsan 999 kapcsolatom lehetett volna, aztán tovább már nem mér ez a szerkezet, mert mivel egyikre sem válaszoltam, tehát így ott vagyok én a saját nevemmel, a saját fizimiskámmal, és köszönöm a tanácsadónak, aki ezt adta, béke van, nyugalom van, nem izgatnak ezzel a kérdéssel, és engem meg pokolian nem érdekelnek a lájkok és a hozzá hasonló dolgok, de azért, mert nekem ez a foglalkozásom, pontosabban ennek az információ kezelésnek az az oldala, ahogy egy nyilvános házban soha nem kérdezik meg a ott lévő hölgyektől, hogy mi a tisztesség. Nem jó, ha megkérdezik azzal, aki az információ biztonsággal foglalkozik, hogy na és hogy lehet ez tisztességes. Mi csak a szemét dolgokkal találkozunk. Tehát nálunk csak a problémák jelennek meg, ebből adódó ilyen-olyan amolyan probléma, és én azt látom, hogy hatalmas a probléma tömeg, és mindenkit óva intenék, hogy ezt még négyzetre emelje. Akkor gyorsan ide kötném az alapításokkal kapcsolatos sztorit, amire homályosan emlékszem még az ismerettségünk elejéről, hogy nevezetesen egy Fehérvári út környéki patyolatnak az egyik felében voltatok ti, és akkor egyszer csak megállt egy Chrysler, és valami, vagy nem tudom, valami ilyen amerikai dögnagy autó, és kiszállt belőle néhány követségi amerikai alkalmazott, és hoztak megfejtésre valami holmit, amit a világon sehol se tudtak, és azt hallották, hogy nálatok a nagy problémákat meg lehet oldani, mert mindenre hát ebből próbáltak mondjuk készülni. A Fehérvári út az igaz. A lényeg az az, hogy de az a, nem, a történet úgy volt, hogy ez az Interpol küldött, de a magyar rendőrség hozta, nem Chryslerre jöttek, hanem Ladával, vagy én nem tudom mivel. Hiszen ez 90-ben volt, vagy 89-ben? Igen. Tehát, hogy ilyen pépessé szétvert informatikai eszközöket hoztak, és ez egy nagyon komoly Angliában végrehajtott csalási műveletnek a maradékát hozták ide. Ez 400 millió font sterlinges csalás volt, értékpapír hamisítás volt, és mivel a világon már körbe ment ez a pépessé vert számítástechnikai csomag, és így jutott el hozzánk is, hogy hát akkor igazából az amerikai hasonszörű cég azt mondta, hogy hát nézzek ki meg a magyarok, és mivel említettem, hogy a magyar optikai művek fejlesztői dolgoztak nálunk, magyar optikai művekben meg gyártottak ilyen adattárolókat, de gyárilag nem voltak azok valami nagyon jók, és azok azért, mert ilyen koppintott holmikat csináltak Magyarországon? Nem. Műszakilag nem voltak csúcs technológiák, tehát mechanikailag nem tudták tökéletessé tenni, de erről szívesen beszélnék napokat, órákat, de a lényeg az az, hogy visszatérve erre a történetre, itt az embereknek volt napi gyakorlatuk abba,
hogy amikor az eszköz teszi tönkre magát az adatokat, akkor is tudnak menteni róla. Uh-huh. Hát itt nem az eszköz tette magát tönkre, hanem szándékos károkozás volt, de ez senkit nem zavart abba, hogy egy fél éjszaka alatt megoldották azt a kérdést, amit a bíróság feltett, azokra a kérdésekre korrekt tempót. Ott volt a megfejtés a pépesített hardware-ben. Igen, de úgy volt ott, hogy nekik az embereimnek gyakorlatuk volt abban, hogy hogy kell ezt helyreállítani. Aha. Tehát nem csodavárás volt itt, hanem egyszerűen napi gyakorlatuk volt, amikor még magyar optikai művekben művelték ugyanazt, amit azóta a kürtben, amit azt hadd korrigáljam, hogy érdekes módon, és ennek örülök, hogy Kürt Kft-n mindenkinek a gondolatában, de már nagyon rég részvénytársaság vagyunk. Ja, bocsánat. 98 uh-huh. óta ez már egy részvénytársaság. De úgy látszik, annyira beégett a adathordozónknak ez, nagyon ez a tiszteletem, és ennek nagyon örülök, uh-huh. hogy ez így volt, mert Kürt az olyan eléggé furcsán hangzik, de gépisztolyrobogás. Jó, egyébként pedig ez a bizonyos siker, kezdeti siker, ez nagyon híresített benneteket, meg csomó pénzt kerestetek vele? Érdekes ez, mert egyfelől csak szolgáltatást adunk. Sokkal könnyebb termékgyártása, de mi nem tudunk terméket gyártani, híressé lenni. De szolgáltatással máshogy se tudunk híresek lenni, csak a reputációval. És minden egy ilyen reputáció, mi ráadásul nem pofázhatunk, hiszen úgy kezdődik minden egyes feladatmegoldás, hogy aláírunk egy titoktartási szerződést. Tehát nekünk azért... Hogy nem mondhatod az ügyfeleidre, hogy kicsodák? Persze, hogy nem. Mert azonnal kifordulna, és azt mondja, hogy köszöni szépen. Az lehet, de mondjuk a 2011. szeptember 11 azért az egy jellegzetes de nap nem volt mi mondtuk, a nem cég mi mondtuk. Életében. Az első dolog volt, hogy az FBI aláíratott velünk egy titoktartási szerződést, és egy néhány nap múlva a CNN amerikai tévé megjelent nálunk az irodába, és elkezdett forgatni. Azért ki nem rúgtuk őket, tehát hogy azt nem mondtuk, hogy ez az ő problémájuk. És megjelentünk, tehát a események még egy hét se telt el a ikertornyok összeomlása óta, és mi meg a CNN-en már szerepeltünk, hogy egy kis magyar cég, bla 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 bla. És aztán nagyon sok olyan felülete volt ennek, amit mi nem tudtunk kontrollálni, meg nem is akartunk, mert bocsánat kérek, tehát a Giuliani volt akkor a New York állam polgármestere, írt egy levelet a Jeszenszkinek, hogy mennyire köszöni Magyarországnak, hogy segítenek. Írt egy gyönyörű levelet a George Pataki, a New York állam kormányzója, a kedves Kürti úr, de köszönjük, blablabla, bla, 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 meghívott magához. És elmentél? Persze, hát Albániban lehettem. Mm. Csodálatos volt. Tehát, hogy a New York állam fővárosa meglepő módon nem New York. Nem New York. És egy gyönyörű palotában volt a kormányzó, és egy ilyen 2-3 órát, de lehet, hogy többet is, négy szem közt lehettünk, és beszéltünk. Hát ez valami felemelő. Mert őt érdekelte az adatmentés? Hát az érdekelte, hogy történhetett ez, hogy azért ő tudja a magyar gyökereit olyan mértékig, hogy a nyelvünket nem beszéli, de rokonai még élnek a mai Románia területén, és ilyen értelemben, hogy nem jutott hozzá még olyan magyar hír, ami az Egyesült Államokkal kapcsolatban lehetne. De hát, és ugyan ebből a történetből, hogy mi egy szót nem szóltunk hozzá, tehát mi csak az FBI-jal voltunk kapcsolatban, de az Egyesült Államok elnöke azért két percig szorongatta a kezemet, és végig a szememben nézett, és végig azt kérdezte, hogy miért vagytok ti ilyen jók. És ez a két perc, ez nekem nagyon-nagyon komoly élményt adott, meghatározta a gondolataimat a politikusokról. Azt, hogy igen, az Egyesült Államok elnökének volt két perce arra, hogy csak rám nézzen. Én nekem még, és egyetlen más politikusa, pedig jó néhányan találkoztam, egyiknek se volt arra két perc ideje, hogy rám nézzen, nyújtja a kezét, és már máshol van a szeme. És kérem, az Egyesült Államok elnökét megtanították arra, hogy és örömmel mondhatom, hogy engem megfogott. Igen,
megfogott azzal, hogy azt a két percet, azt teljesen nekem adta. Nem érdekelte őt, hogy ki a fotóriporter, ki jön ott még, ki az, aki még ott körötte sündörő, teljesen lezárt. Innen is üdvözlölném, hogy óriási szerepet játszott az én életemben, hogy ezzel a két percével. Magyar politikusokról nincs jó véleményed általában? Vagy van, aki nagyon jó van, csak nem beszélsz? Megszoktad, hogy nem beszélsz konkrét részletekről, nem csak az adathordozókat illetően, vagy az üzleti megbízásokat illetően. Elmondtad helyettem a dolgomat, köszönöm szépen, így van. Nem, erről szól a történet, hogy általában a kürt, mivel adatokat tud helyreállítani, erről beszélünk, hogy elveszett adatokat képes helyreállítani, így a politikusok azt hiszik, hogy mi belelátunk az ő hátterükbe, és ettől azért reszketnek. Talán sikerül elmondanom, hogy nem kell reszketniük, mert nem látunk. Tehát mi úgy mentünk adatot, hogy nem látjuk, hogy ott egy adattáblázat van, vagy egy meztelen nő az az adattömeg, amit mi éppen helyreállítunk. Mi nem ezen az oldalon, nekünk nincs semmilyen csoda eszközünk, hogy az ő kulcsaikat... De ha akarnátok, láthatnátok. Jelsz, persze, de nincs időnk rá, tehát arra fél év kell, hogy lássuk, és általában egy-egy tranzakció az 2-3 perc. Okay. Tehát ennek megvan a rendszere az informatikai eszközökön lévő adatoknak, hogy nem kell látni a meztelen nőt, vagy az adattáblázatot. Igen, mert úgynevezett kontrollszummák vannak minden egyes adatcsomag végén, és hogyha az helyreáll, akkor 99,99-10-9-es pontosága meg tudjuk, összetöraktuk jól az adatokat. Uh-huh. És mi ezen anélkül, az oldalon... Anélkül, lövésetek lenne arra, hogy mit... Pontosan, se időnk nincsen rá, terabájtokat. Én ezt értem, igen. De jó, továbbra is érvényes szerintem az a közbevetésem, hogy igen. De mert megnézhetnétek, persze. Ezért az ember illő tisztelettel bánik veletek. Időnként kapunk ilyen megbízásokat is, ezeket úgy hívják, hogy forensis vizsgálatok, tehát igazságügyi szakértési feladatok, amikor nem elég helyreállítani az adatot, hanem azt is kéne, hogy na és mi van mögötte, tehát utána meg kell nézni, de... Az a második lépés, tehát az első lépés, ami akkor az esetek 90%-ával, 95%-ával befejeződik a mi munkánk, hogy mi visszaadjuk pont olyan állapotban, mint ahogy volt mielőtt összeomlott volna a rendszerük. De neki megvan a rendszere, ő tudja a kulcsszavait, ő tudja ennek a rendszernek a minden sajátosságát, verzióját, és a többi, és ő bedugja, és működni fog ide a rozsdás bököt. De... Ha azt kéri valaki, és már volt ilyenre példa, persze, hogy volt ilyenre példa, hogy nézzük meg, mert nem az ő rendszeréről vannak az adatok, hanem más rendszeréről, és ezek nemzetbiztonsági ügy például, akkor igen, akkor belállunk, de az egy fél éves feladvány, vagy az hosszabb ideig tart, egy adatmentés ma, hát nem tudom, mondjuk egy fél napig, egy napig. Azért azt nem mondhatod, hogy és az állammal nem üzletelsz. Nem, hát nem is tudnak kikerülni, azt hiszem, nagyon hosszú ideig. De te mondhatnád, hogy üzlet, mármint, hogy te a gazdasági élettel akarsz kapcsolatba kerülni. Eszemágában olyan jó a biznisz az állam? Nem. Hát bizonyos értelemben biztos jó. Nem. Csak az van, hogy egyetlen egyszer régen egy banknak egyszer azt mondtam, aki felkért egyszer egy... nem adatmentési, hanem egy adatbiztonsági feladatra. De mi két dologgal foglalkozunk, nem csak az, hogy összeomlott a rendszerem, állítsd vissza, hanem azzal is, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ne omoljon össze a rendszeret. Tehát mi mind a két oldalon ott vagyunk. Ez egy egy kanadai tanácsadó, aki segített minket abban, hogy az induláskor talpra álljunk, ő azt mondta, hogy ez óriási dolog, ez angolul, ez egy tie-in business, tehát ez egy kapcsolt vállalkozás. Ezt csináljátok, ez a legjobb, és mi ezt csináljuk. És ez amikor, üzleti szempontból nagyon jó. Igen, és amikor mi egy banknál jelentkeztünk, hogy mi tudnánk védeni az ő adatait, akkor válaszra sem méltatott, majd összeomlott x idő után, nem hosszú idő után, összeomlott a teljes rendszere,
És akkor nagyon hibásan, utólag, de fiatal voltam, és azt mondtam, hogy nincs ellátási kötelezettségünk. És de megadom szívesen még a ilyen ágyuknak, ahogy jöjjek át Amerikába, Svédországba. Tehát van azért a világon még három olyan hely, ahol meg tudják ezt csinálni. Mondtad, meg lesz késztetendő az illető. Igen. Hibáztam. Jó? Tehát, hogy soha többet ezt nem fordultam ehhez a dologhoz. Miért? Morálisan nem fér bele? Nem. Legalábbis azért nem. Vagy piaci logika szerint. Visszaélek a helyzetemmel. Azért nem. Mert hogy ő visszaélt, az egyik dolog. De azzal én magammal nem tudok együtt élni, hogy visszaélek a helyzetemmel. Nagyon sok olyan helyzet van, mondok olyat, hogy tehát például 2002-ben kimentünk Németországhoz, az első, hogy külföldre mentünk, mert kicsi volt már nekünk, tehát túl sok nagy volt a kapacitásunk, és Magyarországon kevés adatmentés van. És akkor a Németországban talán egy hónapot lehettünk kint, amikor a Észak-Rajna-Vesztfáliában, amikor azt mondták a helyi biztonsági rendszer, állami biztonsági rendszerből, hogy neki nem nagyon tudják, hogy mit csinálunk, csak látják, hogy biztonsággal foglalkozunk, de mi lenne, ha kötnénk egy szerződést, és évente vagy havonta ők fizetnének nekünk mondjuk 1000 márkát, akkor még márka volt, és akkor vagy utána meg eurót, vagy 10 000 márkát, eurót, és aztán majd beáll a rendszer, ahogy ők megrendelnek tőlünk munkánkat, hogy miről van szó? Hát az, hogy például képzeljem el, hogy egy iskolába a gyerekek huncutak, és egy másik gyereket bezárják a WC-be, és fogják, és az ablakon kidobják a kulcsot, a WC kulcsot. És akkor kell egy lakatos, de nincs minden iskolába lakatos, de van egy, aki puf, kirohan, puf, kiszedi, kinyitja az ajtót, megjavítja a zárat. És akkor, ja, erről van szó. És kérem, ez azóta működik, 2002 óta működik ez a rendszer, hogy évente tabula ráza van, és akkor, hogyha túlfizették magunkat, mert nézzük, hogy és akkor ennyi, ilyen egyszerű. A magyar egészségügyben nem tudtam ezt megoldani. Az elmúlt 28 éve van a kürt. Mindig próbálkozom, és mindig néznek rám, mint ahogy hívják rá, pingvin megérkezett az oroszlánok közé. Hogy mi a franc ez? És általában, ha az egészségügytől jönnek hozzánk, és jönnek, azt bárki megnézheti nálunk, mert tele van, mindig kérem, hogy legalább egy köszönő levelet írjanak, mert két dologot mondanak mindig, életbevágóan fontos, és nincs egy fillérünk se. Aha. Hát, és akkor jó szerint, nem kell tovább magyaráznom, ez a nagy különbség, és ezt úgy mondja a menedzsment, mert az elején egy nagyon imádtam a kérdést, amit föltettél, de nagyon elkanyarodtunk tőle, hogy kérem szépen, a alaptörvénye a vállalkozásnak az egyik, amiről nálunk sose beszélnek, ergo, mintha nem is lenne, az a kontributív dolgok, a kontribúció, ez magyar nyelven, ezt nem tudnám egy szóval elmondani, valami együttműködés féle, de ez olyat jelent, hogy összeállunk ketten többen valami olyan intellektuális élményért, ami a mi életünket gyönyörűvé fogja tenni, és hosszú távon együtt fogunk működni, és lehet, hogy amikor összeálltunk, neked volt mondjuk 3 értéked, nekem 2 egységértéken, ezt összetoltuk, és egyszer csak majd x idő múlva, hogy lesz 77 értékünk, majd elfelezzük, elosszuk, tök mindegy, több lesz, mint volt, csak közben nagyon jó élményeket szereztünk. Na hát ezeket a kontributív kapcsolatokat Magyarországon, hát nem, sok nekem az új az egy kezemen, amit az elmúlt 28 évben itt meg tudtunk valósítani. Miért? Ami hosszú távon. Nincs benne a kultúránkban, egyszerűen azért a gazdasági kultúránkban is. Most nem azt mondom, utána beszélek, hogy Adit ismerem-e vagy sem. Nem, beszélj. És ehhez a gazdasági kultúrához, hogy ide, azért tartozna még egy nagyon fontos dolog, ami azért hál' Istennek van, egy kicsit van, és egyre több van. Ez az az egyéni élmény, mert ez egy csapatélmény. Uh-huh. Az az egyéni élmény, amit úgy hívnak, hogy
az amerikaiul, hogy unflinching desire, hogy oldhatatlan vágy. Hogy én nagyon akarom. Tehát nálunk ennek érezzük ezt a oldhatatlan vágyat, mert a szerelemben ezt mindenki megtapasztalja. De hogy ezt még be is hozza abba, hogy ez az oldhatatlan vágy, ez a gazdasági életbe is kell, hogy én nagyon akarom ezt, én nagyon szeretném csinálni, aha, mert csak ez hozza a sikert. Tehát az, hogy hát azért most ez, akkor én ide akarok, meg oda, tehát egy fenéken ebből több lova, nehéz, tehát hogy nem olyan könnyű. Érdekes, amit mondasz, mert az én általam ismert emberek, akik vitték valamire gazdasági szempontból, azok mind ilyen beleakasztották a fogukat, és inkább leszakították volna a fejüket, csak nem hagyták azt a dolgot, ez, annyira ez akarták. Szerintem ez is alaptörvénye a vállalkozásnak, és azokat a mondatokat, amiket mondok, ezt Peter Druckertől tanultam, az amerikai menedzser gurutól, és erről nagyon kevés szó esik nálunk, hogy, és akkor a kezdeti kérdésben, amit föltettél, akkor én ahhoz szeretnék mondani, amit ugyancsak Peter Druckertől tanultam, amikor azt mondtad, hogy a politika és a gazdaság kapcsolata. Tőle azt tanultam, hogy kérem szépen, a demokráciát azt 4 alappillérre építették föl. Kérem, ezt én nem hirdetem az igét, hanem amit olvastam, tanultam, azt most közreadom. Tehát mondjam, evangelizálnék legfőjebb. Ez a 4 alappillér a demokráciának, azt úgy hívják, hogy a politika, az állam, a gazdaság és a társadalmi szervezetek. Tehát ennek a 4-nek kell önállóan is jól működnie, meg együtt is, közösen is jól működnie, azok a jó demokráciák. Van-e elsőbsége ezeknek a tényezőknek az egymáshoz az való viszony? Az van bennük, egyetlen egy prioritása van. Egynek van csak prioritása, amit úgy hívnak, hogy gazdaság. És most ne lepődjön meg senki, hogy én most a gazdaság fenekét akarom fényezni, mert én is a gazdaság szereplője vagyok. Nem. Merem remélni, hogy mindenki elfogadja azt a következő mondatomat, hogy kérem, ebből a 4-ből a másik 3-ra az jellemző, hogy lokális, egy ország határain vagy egy szövetség határain túl nem nyúlik. A gazdaság viszont fittyet hány ezekre, és bármelyik országba, bárhova el tud jutni. Tehát magyarán ebből az adódik, hogy egy gazdaság szereplőjének lényegesen nagyobb az eszköztára, mint egy politika, állam vagy társadalmi szervezet. Mert itt azok mind befele hatnak, és egymás levében főnek, a gazdaság az egyetlen, amelyik megteheti határokon túl működik. De eznek megvan egy hátulütője is, vagy nem csak, ez a felelőssége. Tehát azért az a gazdaság, aki idejön Erdélybe, és savas eszközökkel menti ki a nemesfémeket a bányákból, és utána a Tiszában elpusztul az összes hal, azt azért tehette meg, mert a gazdaságnak előnye van, és megnézte a világnak melyik pontján nem tiltják azt, hogy ő savas eszközökkel emelje bányászon ki aranyat. Bányászon aranyat. Uh-huh. Ilyen értelemben... De igen, de előtte azért tönkretette a magyar természetet. Igen, ha nem a magyar... De akkor máshol is, de még egyszer mondom, én most nem arra mondok esetemet, hogy ja Istenem Románia, ja Istenem Magyarország, igen, nem, hanem azt akar mondani, hogy a globális a gazdaság, annak vannak rossz felülete is, és vannak nagyon jó felülete is. Én csak erre akartam viszont, de az globális. És az, hogy a politikusaink mit csinálnak, az legjobb esetben Magyarországon valid, Európai Unióban már kevésbé, és aztán a világ számára, meg már bocsánatot kérek, semmilyen hatással nincsen. És ezt sokan meg... Hát, jó, nem akarok hozzá magyarat fűzni, csak örülök, hogy ezt elmondhattam. Aha, de és közben eszembe jutott, hogy nem tudom, most már legalább 10 éve voltál az év üzletembere, ugye? 2003-2004, valahogy igen, így. Több. És arról jutott eszembe, hogy vajon a gazdasági elitnek a lényeges szereplői közül hányan lelkiznek annyit, mint te? Mert azért ki lehetett ennek a beszélgetésnek több pontján
tetten lehetett érni azt, hogy te nem egy igazi tőkés vagy, aki megy előre abban az irányba, ennek ahol a hátországom az oka, tehát hogy ez, hogy nagyon mélyről jöttem. Profit laki. Nagyon mélyről. Mondom, csak hogy befejeztem az előző mondatot, hogy, hogy nem kizárólag az érdekel téged, hogy hol lakik a profit. Hát nem, de na, a lényeg az, hogy nagyon mélyről jöttem. Tehát nagyon szegények voltunk, szüleim elváltak, anyukám tanítónéni volt, és egy két holdon gazdálkodtunk. És végig dolgoztuk mi a gyerekkorunkat, hogy ezen a két holdon megteremjen valami, és hogy megéljünk a tanítói fizetésből. 18 éves korom óta önellátó vagyok, magyarán akkor már a tanulmányaimmal közel annyit, vagy időnként még egy kicsivel többet is kerestem, mint anyukám a 20 éves tanári fizetésével. És a Hernád utcában, 7-ben volt egy általános iskola akkor, és ott tanított, nem tudom a mai a helyzetet. A híres Hernád utcai iskola, igen. Két is, azt hiszem, a Hernád utcában több is, de mindegy. De borzalmas híres volt. Borzalmas híres volt. És én ott tanított, tudtam meg, mert elvitt középiskolásra, és elvitt családlátogatásra. És kérem szépen, a Hernád utcát Kuplerájnak építették. És megmutatták, hogy hogy van ilyen cső alakú lakások, ül egy kis előszoba, ott egy kis víz folyik valamiből, aztán egy valami, és aztán meg a lakószoba. És ahova elvitt, ahol tudták, hogy megy a tanítónéni a gyereket látogatni, ott azt a középső részt kiadták szerelmes pároknak. És azon át kellett menni, hogy a belső... Hát én gyerek? Aha. Hát ezt beleégették az agyamba. Most mit akarok mondani? Megismétlődött ez a helyzet a napokban. Talán 2 hete voltam len egy Told nevű faluban. Se víz, se már áram van ilyen, hogy hívják, azért, bedugós mert ott van. Óra. Igen, mert már van ott egy ilyen Terézanya típusú Nóra, aki ezt már kijöntette. Nincs csatorna, nincs gáz, nincs tüzelőanyag, nincs pénz, és nincs munkahely a faluban, nincs bolt a faluban, templom van, de nem jön oda ki a pap. Hát komolyan mondom, minthogyha a Hernád utcában lettem volna, ugyanaz állapot. A fiatal kislányok prostitúciója, a napi kérdések, az óvszereknek a teljes hiánya, a hadd ne soroljam, és ez ma, és én azóta azért 55 év, 60 év eltelt, hogy én a Hernád utcába sétáltam. És semmi nem van. Azért erre, aki nem érzékeny, azért az... Hát így, erre az érzékenységre azért akkor, amikor mi megalakítottuk a cégünket, az első éves eredményünkből, egy középiskolát hoztunk létre, meglepő módon Kürt a neve, ma is nagyszerűen működik, büszkék vagyunk rá. Kifejezetten számítástechnikai? Nem, semmi. Mi nem erőltettünk rá semmit. Tehát még, tehát hagytuk, hogy ők önmaguk találják ki. Ezt a testvéreddel ketten csináltátok? Nem, hanem egyszerűen be is sétált az utcáról egy Éva, mindjárt kinyögöm a... Ja Istenem, de szégyellem magam, meghalt szegénykém egy iskolaigazgató, akinek tanári kara volt, de épülete nem. Aha. És akkor azt mondtuk, hogy hát itt van egy halom pénz, mi az első éves eredményünket, oda betoljuk ebbe az iskolába, és megcsinálták az iskolát, és azóta működik az Éva meghalt már, akkor volt egy komolyabb konfliktus az iskolába, tanárikkal ketté esett, mint ahogy szokásos Magyarországon, de megoldódott az is, és nem kellett nagyon sok pénzt betolnunk, és önellátó. Jó, de azért ez nem volt általános, azóta se lett általános, hogy egy cég, amelyikre ráront a prosperálás az... Túlmentünk ezen, tehát nem kell ezt most már nagyon fényezni, mert csináltunk, én Veszprémi vagyok, és a Veszprémi Egyetemen csináltunk egy hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású gyerekek oktatási alapítványát,
közel 100 cigány gyereknek, vagy hátrányosztatú gyereknek lett diplomája, jogosítványa, nyelvvizsgája, hogy a Jóisten tudja, mentori rendszerben, és aztán belementünk egy 10 iskola átalakításába sokan. 10 hátrányos helyzet iskolát hogyan kell nem hátrányos helyzetűvé varázsolni. De hogy sokan, az annyit jelent, hogy nem csak a Kürt, hanem nem csak a más... Kürt, hanem nagyon sok cég. A... És ti voltatok ennek a spiritus rektora? Tehát, hát ezt így nem mondanám, de az okostojás, én az okostojást eljátszottam, de nagyon sokan, nagyon sok okostojás volt azért ebbe, hál' Istennek, tehát a Vodafone, a... Jó, értem, most ezt ne sorold, hanem viszont azt akarom tudni, mert ijesztően fogy az időnk, hogy a gyerekeddel, vagy a gyerekeiddel hogyan tudtad megértetni azt, hogy itt van ez a kívánatos részvénytársaság, amit én leKFT-ztem, hogy mi volna, hogyha arra edzenék magukat, hogy a tőletek majd ezt... Ők értették meg velem, tehát nem fordítva volt a dolog. Igen, a nagyobbik fiam, a Tamás, az valamilyen oknál fogva beleszeretett ebbe a családi vállalkozás nevű intézménybe. Én őtőle tudtam meg, hogy jé, ez nekünk, ez egy családi vállalkozás, csak első generációsok vagyunk. És ő aztán ebben annyira ügyesen dolgozott, olyan rengeteg energiát tett be magában a család, megalapította, alapító volt a Magyarországon ez a family business Magyarországnak, de azért, mert ez egy nemzetközi szervezet volt. Beépült a nemzetközi szervezetbe a Tamás, és ő a next gen, a következő generációnak a egyik vezetője lett. Tehát utaz félvilágot körbeutazta, és hogy hívjákokat tart arról, előadásokat tart, vagy sok... Hogy kell tapintatosan kicsavarni a fater kezéből a boltot? Is, de nagyon sokat tanultam én tőle. És aztán ő most nem is... De mit tanultál, hogy... vállalatirányítást? Vagy nem, más nem. Azt a kultúrát, ami a family business mögött van. Ez Magyarországon ugye a történelmi okaink miatt, ez a cvaknak megvan, de aztán nagyon-nagyon kell keresni, hogy még kinél lehetne family business találni. És ahogy haladtunk, egyszerűen csak öltük, gyilkoltuk azokat a bizniszeket is, ami nem is family business, csak egyszerűen büszkék lehetnénk rá, mert már egy-két generációt megélt. Tehát csak most megemlítek egy Ikaruszt mondjuk, hogy milyen felelőtlenség az éppen aktuális annak, hogy egy ekkora, hogy hívják ott, nem támogat, nem segít. És Japánban meg nem tudom én, hát az, hogy 100 generációt, az egy egyszerűen neves. Persze, hát abból sok van, van olyan, aki 600 generáció, nem tudom, hihetetlen. És hogy milyen szerepet játszanak ezek, a brand milyen szerepet játszik azért abban, hogy egy BMW azért megmaradt mindig. Hát azért Magyarországon is van egy-kettő, azt hiszem a Futó Péterék, azok ilyenek, értem, a Rudas László ilyenek. Értem, de persze, hogy van ilyen, azért, mert ő egy, ezek, akiket sorolsz, mind benne vannak a magyar family businessbe, hál' Istennek, tehát nem ellenségképet akarok, hanem éppenséggel pozitív dolgot, és minél többen vannak benne, annál jobb, de ezek, azt akartam mondani, hogy az értékeinket elfecséreltük, a régeket, és ezek újak, és adja Isten, hogy ezek fennmaradjanak, és jobb legyen. Atom pedig, csináltunk egy ilyen intézményt, a Kürt Akadémiát, ami egy felnőtt oktatási intézmény, akkreditált, és ő azt vezeti, boldog vele, jól érzi magát azzal, és örülök. Hogy, mert ő nem. Konkrétan számítástechnikai szakember? Tehát nem, ő kevésbé nem. Atom az egy mérnök közgazdászként tanult, Veszprémbe végzett, és aztán a Stanfordba járt. Az is nálatok kötelező, hogy kicsit Veszprémbe kell járni? Nem, igaz, nem, de az alma mater, tehát te nekem... Igen. Az első diplomádért. És elmentem, amikor a Tom kereste az utat, hogy ő nem akar meg, blablabla. Kürti Tamásról beszélünk. A Kürti Tamás, igen. Akkor levittem a rektorhoz, aki nekem évfolyamtársam volt, és nagyon jó barátom is. És az egy fél óra alatt meggyőzte, hogy mindkettőnknek potyogtak a könnyei, már a Tomnak, meg nekem, mert olyan beszédet tartott a rektor a Tamásnak. És hál' Istennek nagyon nagy pálfordulás lett a Tamás fejében, tehát az, hogy ki, ha én nemből lett egy olyan ember, aki igazából az agyával próbált előre törni, és nem a jó képűségével, és így tovább.
Tehát nagyon sokat köszönhetünk mi Veszprémnek, és azért igyekeztem vissza is adni ezt a Veszprémnek. Neked könnyű dolog a saját cégettől olyan értelemben elválni, hogy rábízni a következő generációra, a saját gyerekedre? Megbeszéltem ezt magammal, nincs más, tehát én 70 éves elmúltam, tehát hát az mostanában még nem jelent ilyen nagy drámát. Értem, de ez nem egy lépéses folyamat. Tehát egy hármas ugrás nem lehet a harmadik ugrással megkezdeni. Tehát ez egy hosszú folyamat, az azt jelenti, hogy egy ilyen átadás, igen? De az egy hosszú folyamat. Tehát nem lehet azt egy lépésből, mert tessék, itt van, aztán csináld, mert azt is lehet, de az, aki most magát a Kürt klasszikot kézben tartja, a Kmeti Jóska, az nem igaz, a gyerekem, nem a biológiai értelemben a gyerekem, hanem egyszerűen, 20x éve itt nevelőd, egyetemistaként bekerült, végigjárta a teljeset, többet foglalkoztam vele, mint bármelyik gyerekemmel. Többet voltam vele fizikailag. Teljesen normális helyzetként értékelem, hogy igen, és a gyerekeim majd legfeljebb tulajdonosok lesznek ebbe a rendszerbe, igen, de nem operatív. Ilyen értelemben gondolkodom. Na, de a gyerekeid fizikailag is részt vesznek a vezetésben, tehát nem csak tulajdonosok. Rendben van, tehát beszéltem róla, hogy hagytad egyébként őket mondjuk veszteni, vagy ilyesmire nem kell sor, vagy olyan üzletidőtést hozni, amiről előre látható volt, vagy te előre láttad, hogy kockázatos. Nehogy is, nem mind a kettő kapott egy akkora kockázatot, tehát például a Tom megkapta, amikor összeomlott a Kürt gimnázium, akkor megkapta, hogy csinálj belőle valamit. És kihozta a szemétből a gyémántot. Tehát nem hagyta veszni. A maga módján, én nem biztos, hogy én így csináltam volna. Szóval biztos, hogy nem. De teljesen hagytam. Old meg ezt a feladatot. És igazából az út a lényeg, nem az, hogy hova értünk el. És ezt ő sikerélményként érte meg. És a profit mennyire lényeg? Hát abnélkül nincs semmi, de nem az táplálja. Tehát azt tudomásul kell venni, tehát mondjuk a Kürtnek a célfüggvénye az 5 elemből áll. Egy elem a profit. A másik 4 az, hogy lehet a legokosabban elkölteni a profitot. És az arról szól, hogy hogyan lehetne nekünk a legjobb stratégiánk, hogyan lehetnének a legjobb fejlesztéseim. Ha a stratégiánk rossz, akkor rohangálunk, mint galamba levegőben. Ha rossz a fejlesztésünk, akkor a jövőnket tönkre vágjuk. Hogyan lehet a jó minőséget tartani, és hogyan kell az embereinkre vigyázni. Lényegében ez fogalmazódik meg, és ez az, ami a pénzügyeinket súlyban tartja, mert abban a pillanatban, hogyha csak kizárólag a profitra néznénk, akkor lerohasztanánk az embereinket, hetente újra kéne váltani, mert elhasználódnának, nem ezt a... Jó, itt a végén most már annyit szeretnék még megtudni, hogy az, hogy a Kürt nagyon szerencsésen majdnem 30 évvel ezelőtt létrejött, abban szerepe lehetett annak, hogy ti nagyon okosak voltatok, meg nagyon törekvőek voltatok, de hogy ráálltatok egy olyan ilyen világpiaci résre, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit azért tudtatok betömni, vagy azért is tudtatok betömni, mert Magyarországon nagyon jól edukált emberek, nagyon kezdetleges módon voltak kénytelenek találkozni gépekkel, mert hogy kokomlista volt, tehát hogy az agyatokat kellett használni. Hogy ez az előny, ez ki tud tartani 30 évig, ha ez a feltételezésem igaz, és tényleg így? Hát hogyne, ez igaz, de ehhez azért kellettek legalább azok az attitűdök, meg azért tudni, hogy mi hogyan kell egy vállalatot összerakni, azok, amikről beszéltem, tehát, hogy ez indulásként nekünk, mert akkor még hirtelen kinyílt ez a piac, hogy adatmentés a nullából, igen, és mi meg föl voltunk rá készülni, hiszen mi már javítottuk ezeket az adattárolókat. Tehát akkor nekünk volt egy 3 év előnyünk. És na, ezt ma, kérdezem, hogy lehetett végigtolni 30 évvel ezt? Ezt úgy lehetett végigtolni, hogy nagyon nehéz ma már erre a piacra besétálni, mert ma már 10 000 fajta adattárolót gyártottak le mostanáig.
És nálatok mi... ott ül mindegyik a polcon? Csak nem mindegyik, igen. Tehát 8900 ott ül a polcon, és az egy szerv bank. Ilyet nem lehet beszerezni, senki nem tud elmenni a boltba, hogy na kérem azt a elmúlt időszak. Például, és azokat a szakembereket, ugye már a harmadik generáció nő föl a szakemberekből, akik tudják, hogy mi a fenét kéne ezekkel kezdeni. Ezek csúcs technológiai dolgok, a világ legcsodálatosabb eszközei, és akik ezt kitalálják, azok ülnek rajta a titkon, mert óriási üzlet. Ma 3-4 cég van, aki milliárd dolláros üzletet csinál ebből, hogy ő tudja ezeket gyártani. De ezek, mondom, a világ egyik legcsodálatosabb eszközei, és az, hogy az emberek pedig elég trehányak ahhoz, hogy erről mit se tudjanak, dobálják ide-oda, és csodák csodája, ezek azért időnként elromlanak. Hál' Istennek! Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Kürti Sándort hallották.